Sziasztok! Én vagyok az, és páran gondolhatják, hogy miért vagyok itt. Na, ez egy jó kérdés. Ugyanis lejöttem egy kicsit bányászni a két felvétel között, ugyanis rengeteg dolgot szeretnék csinálni, amihez jó sok gyémánt kell. Amúgy nem is tudom, hogy miért kezdtem itt a felvételt, gondolom azért, mert amíg felírok, addig elmondom, mi a tervem. Ugyanis rengeteg tervem van, amit meg kéne valósítani, amihez kiszámoltam, hogy összesen 20 darab gyémántra van szükségünk. Szóval én itt szorgoskodtam egy kicsit, de több-kevesebb sikerrel, főleg kevesebbel. És akkor úgy gondoltam, hogy na jó, ezt most megunom. És elkezdtem forgatni. Hogyha már forgatásról van szó, akkor a tervem a következő. Hazamegyek, és tudom, hogy a Twilight Forest-et még viszonylag régen elkezdtem, de ugye ahhoz, hogy be tudjam indítani az egész Twilight Forest-es témát, kell ahhoz is egy gyémánt a portál kapuba. Szóval, ja. Egyelőre azt nem tudom még elkezdeni, ahhoz, tehát az is bele van számolva a 20 darab gyémántba, amire szükségem van. Már a továbbiakban, ugyanis arra is rájöttem, ezt már a Crafters szervernén is rájöttem erre, hogy ez a magma crucible-os rendszer, ami itt nekem van és táplálja az egész szisztemet, az tulajdonképpen nem működik. Mert valahogy miért mindig elfogy belőle a láva. A Crafters-en ez többször is előfordult, viszont itt eddig nem nagyon, mert ugye volt egy csomó extra láva, ami generált, de most valahogy ez is elfogyott. Ne kérdezzétek, hogyan, fogalmam sincs. Elfogyott, ez közben itt dolgozik. Szóval egyelőre az is elfogyott. Kikapcsolok egy kicsit. Ja, szóval most akkor várunk, és csak miért csak Robert 81 sima. Szóval, azt tudom, mit mondtam. Igen, hogy elfogyott a láva, és ezért újabb energiatermelési ötletre van szükségem. Ami a következő lesz, az pedig egy Blue Electric Engine, vagy kettő. És ugye ahhoz kell meg egy gyémánt blokk, szóval egyrészt ahhoz kell majd gyémánt. Másrészt, hát igazából egy pár dologhoz még kell, nem akarok mindent lelőni, hát ha valakit érdekel annyira a sorozat, hogy mi? Nem tudom, mit akartam ezzel, nem figyeltem arra, mit mondok, csak azt, hogy mit csinálok a francba. Mindegy, szóval az lényeg, hogy sok gyémánt kell, és amit ebben a részben csinálni fogunk, amit már nagyon rég meg kellett volna csinálnom, az elmenni a dungeonbe, ami ott van, ugyanis rengetegen írták nekem, hogy menjek már el abba a dungeonbe. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen igazuk van, ugyanis tényleg nagyon rég fedeztem fel azt. És, ja, most visszamegyek, csak előtte csinálok egy kardot, mert ez már haldoklik. Így. Jó, mehetünk. Csak hogy megnézzük, mi van, nincs rajtam sok armor, de hát ez van. Jó. Az a baj azzal, hogy ugye, aki volt a live-on nemrég, azt tudhatja, hogy az egy flux termelőhely, szóval elméletileg vannak ott viszpek, ami egy elég kemény ellenfél. Hát nem tudom, meglátjuk, mit lehet ebből alkotni. Szóval kitaláltam amúgy még, hogy mi lesz az automata peat farm-mal. Kell majd egy aqueous accumulator, ami ugye vizet termel. Aztán kell majd mellé még egy liquid transposer. És akkor meg egy filter, de az van. Szóval elméletileg ezzel a kombóval meg lehet oldani a víz kérdést, és akkor ezt a deployert fölöslegesen gyártottam. Igazából lehetne deployerrel is, csak kicsit bonyolultabb, és thermal expansionnel egyszerűbben meg lehet oldani a kérdést. Sprintelek, mert leszorom, szóval... ja, ez fog most következni. Illetve kéne még nekem egy farm, hát nem is tudom. Csinálok egy forestry farmot? Új, igazából tudjátok, mi kéne? Farm block, ugyanis a új forestben már lehet csinálni ilyen multi-block cuccokat. És azt kéne majd csinálni. De azért nek valamiért nincsen beépít forestet. Kéne ezt a Dire Wolf mondta is a új mod spotlightba, hogy még a crafting, craftolási receptek nincsenek benne a Athena Fightance-be, de attól még ott van, és lehet, hogy olyan ilyen multiblokkal kéne csinálni majd egy farmot. Hello? Oké, okay, ez úgy tűnik, hogy itt nincsen wisp. Nem tudom, hogy ez miért, akkor a live-ban meg miért volt wisp. Érdekes. Kár, hogy nincsen goggles of revealing-en, mert akkor nagyjából tudnám, hogy mekkora itt a flux.
Fuck you. Ó, dobott egy Shadow Miniumot, király. És ezeket amúgy szétszedem, nem kell nekem spawner. Őszintén megmondva. Jó, itt létre van, igen, jó. Na nézzük, mitek van. Ó, egy knowledge fragment, az egész jó. Na, pár cucc, hoppá, kicsit értékesebb cuccok. És kevésbé értékesebb, de király cuccok. Van egy thumium ingot, ami egész jó, milyen aspektjei vannak. Nem nagy cucc. Viszont ebből tudom majd megcsinálni a thumiumnak a research-ét ebből az információból. Szóval, hogy megcsinálom majd. Ugye, amilyen aspektek vannak egy thumium ingotba, gondolom, ugyanolyan aspektek kellenek a research-öléséhez. Szóval, ja, azt mondja, hogy hogyha már Thumcraft, viszonylag elhanyagoltam az elmúlt időkben, ugyanis valahogy mindig elfelejtem felvétel. Pedig most pedig általában felvétel előtt leszoktam határozni, hogy nem most akkor megcsinálom a Thumcraftos világot, de valahogy mindig kicsúszik az elméletemből. Jó, akkor dungeon le van tudva, ennyi, mehetünk vissza. Ja, tulajdonképpen ennyit akartam így a rész elején, és akkor ami most következik, az ugye egy... tudjátok, na... Elfejtem a szavakat. Aqueous Accumulator, meg egy Liquid Transposer. Levágom a disznókat, mert az sose árthat. Ja, meg... Még egy barrel is kéne, mert ugye kiszámoltam, hogy kevés az a barrel, ami jelenleg ott van a fafannál. Kell még plusz egy, de csinálok még párat, mert a barrel az jó. Szóval vágok egy kis fát, és szerintem mindjárt visszajövök. Oké, mit is volnék, mehetünk tovább hazafelé. És az a Skelly eddig is ott volt? Azt, ahogy nem vettem észre. Mindegy. Jó, akkor vissza. És azt is észrevettem, hogy az építészetembe, hát mondjuk úgy, hogy hagy némi kivetni valót maga után, és ezzel tisztában vagyok, de valahogy nem tudom. Tehát mindig megpróbálom szépre, de valahogy sose sikerült. Tehát, és itt nálam tulajdonképpen meg is áll, hogy nem lett szép? Hát akkor már mindegy, szóval így utólag nem nagyon szeretek belejavítani, mert hát nem is tudom, egyszerűen nincsen fantáziám ehhez. Meg lehetne csinálni persze szépre, csak nem tudok. Valamiért nincsen hozzá a speciális képességem, hogy én ilyen királyul tudnék építkezni. Na, akkor menjünk vissza, és kezdjük ott, hogy csináljunk pár barrelt még, mert azt hiszem, azt itt kezdtem el. Igen. Jó, szerencsére nem a legrosszabb recept a világon, szóval mit csesztem el? Vajon? Ja, persze, mert csak ilyen. Oké. Így is jó. Hát nem tudok többet. Kettő, az pont jó. Azt hiszem, hova tűnt? Itt van, megtaláltam. Jó, semmi gond. Aztán lehet, hogy kell még nekem pneumatic tube, ha tudnám, hova tettem. Tudom, hogy volt egy csomó pneumatic tube-om. Nem restriction. Restriction, ott van egy pár. Jól van. És valamilyen zombikat hallok, ami lássuk be, hogy nem biztató. Jó, akkor hogy is van? Akkor mondjuk sapling, rubber sapling, alma, fa. És akkor még kell egy... hogy kéne ezt? Jó, akkor rakjam felülre? Nem. Inkább rakom ebbe az irányba. Rubber sapling, meg sticky resin. Így elméletben. Ez így rendben van. És azt is tudjuk, hogy a fák már nőnek, szóval ez jó. Jó tudni. Jó, az most ha tényleg el lehet kezdeni az automatizálást. Ugye akkor kell nekem egy Aqueous Accumulator, ez meg mi? Ironwood Helm, Aqua Affinity, Raw Ironwood Materials, úristen. Ez gondolom, ami Twilight Forest-es cucc.
Mindegy, machine frame, pneumatic servo, hát nem vészes recept végül is, csak egy kis üveg kell hozzá, meg egy crafting table természetesen. Szóval egy machine frame-et dobjunk össze, valahogy így. Jó, egy pneumatic servót is, azt hiszem valahogy így van talán. Aha, jó. Akkor ezeket összedobjuk. Kell hozzá egy bucket is, úgy emlékszem, talán. Yes, yes. Akkor mi kell még? Két üveg, meg két tin. Jó, ez könnyű. Tessék. Egy aqueous accumulator, aztán kell még nekem egy liquid transposer. Vagy kettő? Nem is tudom. Ez vagy kettő kell. Ja, szerintem kettő. Mert ugye egyszer befelé, egyszer meg kifelé kell transportálni, szóval végül is kettő, igen. Akkor ez kettő machine frame. Üvegem fogy elég durván. De az nem baj, ez végül is újra lehet csinálni. Szóval, amit is csináltam, muszáj volt vágnom egyet, szóval ez pont elég idő volt arra, hogy elfelejtsem, hogy mit is akarok csinálni. Persze, kettő liquid transposert. Az kell kettő reception coil. Az még menni fog. Igen. Aztán azt hiszem... Mi kell még hozzá? Bucket. Bucket. Jó, abból is kell kettő. Így. Jó, és akkor azt hiszem már össze is lehet rakni. Talán. Az oldalához mi kell? Üveg. És pont egy hiányzik. Ez az. Imádom, amikor egy hiányzik a dolgokból. Na. Minden esetre. Üveget kell valonnan szereznem. Itt nincs. Mondom, itt. Ó, oh, dehogy nem. Jól van. Ja, szóval most itt láthatjátok, nincsen semmi láva, egy csepp se. Szóval annyi energiánk van, amennyi jelenleg itt van. Na igazából nem, mert még ezek tele vannak lávával, szóval nagyon kell, akkor beindíthatom őket. De az a lényeg, hogy ez a rendszer itt nem jó. Szóval azért kell majd egy Blue Electric Engine, és felvételen kívül bányászni fogok sokat. Szóval most valószínűleg lehet, hogy emiatt nem lesz rész pár napig, mert bányászok 20 gyémántot éppen. Ez meg makrószi volt, itt egy liquid transposer, de be van cucc, ezt nem akarom elvinni. Aljas módon ellopni innen. De viszont akkor a buildcraft energiával mi lesz? Mert ugye, hogy az industrial craft energiával, mert az is lávával ment elméletileg. Hát, hogy azt még fent tudná tartani. Nem tudom, hát, hogy azt meghagyom láva energiának. Meglátjuk. Anyway, ide jön az üveg. Jó, már ennyi kell. Pont, igazából. És akkor rakjuk össze a kettő liquid transposer. Csak azt nem tudom még, hogy konkrétan ez hogy lesz. De mindjárt kitalálok valamit. Meg ez is kell majd áram, elektromosság. Én nem tudom pontosan, hogy fogom ezt megoldani. Minden esetre... Persze, hogy fent hagytam valamit. Kezdődik már megint, kezdődik. Fenthagyásos játék. Mégpedig, amit fent hagytam, az... Nem igaz, ennyiről alatt elfelejtem. Szép, szép, szép. Őszintén, ja igen, tudom, a kettő bakit kell nekem most, kettő bakit. Ops, valamire rányomtam, amitől nagyon befagytam most. Oké. Kettő bakit, pont annyi van, ugye a aqueous accumulatornek, hogy legyen mivel táplálni a dolgokat. Vagy hogy legyen gyors vízellátás. I just not gonna give it away. Oké. Akkor azt hiszem, hogy az aqueous accumulator az lehet ide. És akkor a két oldalára mehet egy water source block. Egy water source block.
Nagyszerű. Azt kéne megtudni, mibe kerül egy Liquid Act, mert azt még nem is használtam ebbe az évadba. Hardened Glass, meg Copper. Van valami Hardened Glass-em, vagy azt is gondolom csinálni kell? Lehet, hogy nincs. Szóval inkább maradok a Buildcraft pipe-oknál. Hardened Glass gondolom nem lesz sehol. Ja. Jó, nem is baj. Itt se. Valami maradék nincs. Jó, nem baj, Buildcraft pipe is megteszi akkor. Csak gondoltam akkor már, hogy vegyük elő, ha már van Thermal Expansion. Na, akkor tervezzük el, hogy hogy lesz. Ugye a Liquid Transposernek kell energia. Úgy kéne, hogy itt lesz egy Liquid Transposer, és ez fogja a... nem, így lesz, tehát hogy a vízből bakitot, így, aztán rosszul tettem le, megfordítom valamilyen módszerrel, mondjuk így inkább, igen. Szóval belteszem akkor egy bakitot, és akkor az ugye a piroson fog kijönni, hát ez így pont jó. Ez így tud csatlakozni? Azt hiszem tud? Nem tud. Akkor Buildcraft Pipe, ami természetesen nincs nálam. Majd ez is kell majd energia. Hamarosan megoldjuk. Ez a chestem, a Buildcraftos chest. Hát magamhoz ragadok mindenfélét, hát ha kell. Előre gondolkozunk. Szóval. Igazából ezt úgy kéne, hogy... Jó lesz ez így. Nem, egyel hátrébb megint. Ide fogom tenni. Akkor bele a bucketot. És ide majd kell nekem egy chest. Csak eltalálnám végre a megfelelő blokkot, jó. Akkor egy chest. Ez jön ide. Akkor ez így. És akkor innen a vizes bucket az bele fog jönni ebbe a chestbe. Jó, akkor ez a narancs... Nem, nekem a felső... Az ugye kell a kéknek lennie. Felsőnek a kell a kéknek lennie. Hopsz, nem oda. Ez így jó lesz. Igen, tökéletes. És akkor meg fogja tölteni a bucketot, ami kijön majd a piroson. A másik Liquid Transposer... ez itt nem kell egyenlőre. Majd ezt újra csinálom, ha kell esetleg. Biztos, hogy kelleni fog amúgy, de egyenlőre... Szóval, ja, a bemenetel már megvan oldva. Akkor most találjunk ki valamit a kimenetelnek. Ugyanis az üres bucket... Az itt ki fog majd jönni. Nevezetesen mondjuk azt, hogy a tetején. Screwdriver. Király. Screwdriver. Gyorsan felszorolunk érte. Itt van. Lehet, hogy kell majd még egy fél tör, sőt biztos, hogy kell majd még egy fél tör. De azt szerintem majd megcsinálom felvételen kívül, talán úgyis láttatok, hogy hogy kell csinálni. Így. És akkor ennek megmondom, hogy csak az üres bakitot hozza át. És ez itt nem lesz. Ja, mondjuk a törberi az mit tud csinálni? Hát igen. Megint fel kell menni, ne. Igen, csak egy átlagos nap szivacs világában. Kell cover. Cover, tökéletes. Egy kicsit lehet, hogy még zavaros. Na, mindjárt kikristályosodik, hogy mit is akarok. Igazából megmondom, hogy őszintén nekem se tiszta, hogy mit akarok. Csak tapogatózok a sötétbe. Jó, és akkor ez hova megy? Kérdés. Ugye ez fogja kihozni az üres bucketot. Szóval ez majd... Ups,
Nem jó. Így. És akkor ez majd be fog ide menni ebbe az új Liquid Transposerbe, ami itt lesz. Nem jó a lerakás. Így legyen inkább. Ups, nem így. Így, és akkor ez ugye a kék. Az a fenti lesz. Akkor ez itt tökéletes is. És akkor ez ugye át... Mi? Mi? Mit csinálok? Üres bucket. Üres bucket. Mit csinálok? Nem jó, nem jó, nem jó. Az üres bucket, az megy vissza abba a Liquid Transposerbe, akkor mégiscsak egyet kellett volna csinálni. Igen. Az üres bucket, az visszajön a Liquid Transposerbe. Aztán mennyi coverre van itt szükség. Csak kérdés, hogy melyik slotra kell, hogy menjen. Ide hátulra, de azt inkább átállítanám, hogy ez az oldal legyen. De az nem lehet, akkor... Akkor marad a hátulja nekem mindegy. Jó. Egy kicsit rendetlenséget csinálok itt, de hát... Ez ugye a legkisebb probléma. Vagy a legnagyobb. Pont az, hogy a legnagyobb. Rakkódj már be oda. Na, na, na. Ez az. Tökéletes. Nagyszerű. Még ide is kell egy... Na, akkor ezt most gondoljuk át. Ugye a vízzel nincs gond, ez tiszta sor. A víz bejön ide. Itt transportálva lesz ebbe a bucketnak, a pirosba. A piros az kiviszi ebbe a chestbe, ami alkalmazni fogja egyből az automatic crafting table-be. Aztán onnan kijön a filter segítségével, és visszaküldi. Jó, ez elméletileg, ez így rendben van talán. Ha nem, akkor meglátjuk úgy is. Jó, és akkor már csak az van, hogy kell csinálni még egy filtert, és van egy fölös liquid transposerem, de az se baj, sose árt, és van itt egy ötletem, mire fogom használni. Hamarosan. Hogy kerül ide egy szepnénk? Mindegy. Szóval, ja, szerintem akkor következő részbe véglegesítjük már ezt a rendszert, tényleg. És, ja, akkor majd találkozunk. Sziasztok!